November 22-e, szépségéről híres királyné. Mai igénk Ezékiel könyve 16. fejezetének 8. verse. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled, így szól az én uram az úr, és az enyém lettél. Isten mentő munkája folytatódik, életben maradt a gyermek, felseldül, élet ember lesz, kibontakozik. Nem önmagát valósította meg, hanem azzá lett, akinek Isten teremtette. De még, ahogy az igeit írja, mezítelen, vagyis még nincs telen, védtelen, kiszolgáltatott. Még nem tudja, mi vége van a világon. Ekkor Isten szövetséget köt vele. Rád terítettem ruhám szányát, ez azt jelenti, hogy vállallak, számíthatsz rám. Összetartozunk, gondoskodom rólad. Ennek a feltétele megint nem bennünk van, hanem Isten kiválasztó kegyelme, meg nem érdemelt szeretete, elfogadó irgalma cselekszi ezt. Igazi fordulatot ez a szövetség hoz egy ember életébe. Itt kap küldetést, itt telik meg tartalommal az élete, ezen belül ismeri meg igazán Istent, az ő hűségét és gazdagságát, ebben lesz hozzátartozó gyermekévé. Isten szeretetének a közegében pedig teljesen átformálódik a hívő. Elfelejtheti a múltját, Isten bebiztosította a jövőjét, és boldog, tartalmas jelennel ajándékozza meg elegészen odáig, ahogy itt olvassuk, hogy a királyságot is elélted. Ez lett a mezője kidobott, halál a csecsemőből. Az új szövetség elől úgy ír, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Hogy a vele való szövetségben isteni természet részeseivé leszünk. Jézus a jellemző tulajdonságok jelennek meg gyalló életünkben. És aki ő hozzá mindvégig agaszkodik, az vele együtt ül az ő trónján. Hol tartunk ezen az úton? Az indulásunk egyforma. Esélyeink azonosak. De az ő kegyelme is készen van a benne hívőknek. Köszönjük meg ezt imádságban. Köszönöm, Uram, hogy igazságot, palástját, rejám kiteljesztetted, szent lelkednek áldását bennem felgeljesztetted, hogy megújulást végyek, hozzád hasonló légyek. Amen.